21. alkalommal szervezte meg a Füzéradványért Alapítvány az óév búcsúztató koncertet a Károlyi Kastélyban. A programsorozat még az 1990-es évek közepén indult annak a szép és nemes zempléni hagyománynak a nyomán, mint ahogy az régen is volt, 1948 előtt a Károlyi család által üzemeltetett kastélyszállóban. Az esemény elindításának célja volt, hogy ráirányítsa a döntéshozók figyelmét arra, hogy milyen fontos a kastély felújítása. Dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő szerint ennek is köszönhető, hogy a Károlyi kastély bekerült a kormány nemzeti kastély és vár programjába. Azzal a hittel fogtunk ehhez a sorozathoz, hogy felhívjuk a figyelmet évről évre az óév búcsúztató koncert megrendezésével, hogy a Füzéradványi Károlyi kastély arra érdemes, hogy felújítsák. Mert nem csak egy műemlék újul meg, hanem egy térség idegenforgalma szempontjából is jelentős centrumot tudunk létrehozni. Ennek köszönhetően évről évre megszerveztük, nagyon sok kormányzati ember, szakember megfordult, és egyre többen lettek, akik szerelmesei lettek Füzéradványnak, vagyis ügyüknek tartották a kastély felújítását. A kastély felújítása 2019-ben kezdődött, és 2021. október 3-án adták át a megújult műemléki épületet. A 2023-as már a harmadik óév búcsúztató koncert volt, amit a megújított történelmi falak között rendeztek. Ahogy alakult a Károlyi család élete, ahogy összekötődött a kezdetektől a környező birtokokkal, a falvakkal, az abban lakókkal, a családnak a története, a kastély története, ez a mai napig velünk élő történelem, vagyis a mai napig tart ez a kapcsolat. Ugyanúgy számíthat Füzéradvány ránk, mint ahogy a Károlyi kastély számíthat Füzéradványra. Füzéradvány polgármestere szerint az évvégi ünnepi eseményből és a Károlyi kastély helyreállításából a település is profitál. A falu és a környék is, úgy mondom, hogy már az ország több részéről is itt vannak most is, Budapesttől, Debrecen, Nyíregyháza, és ez annyira jó, hogy viszi Füzéradványnak a hírét, és egyre több, ezáltal több ember megismeri Füzéradvány, és egyre több turista érkezik így hozzánk. Az eseményen a zempléni polgárok zenekar szórakoztatta a közönséget. Számos alkalommal voltam már jelen új búcsúztató koncerten itt a Füzéradvány Károlyi kastélyban, de mindig a közönség oldaláról. Úgyhogy emiatt izgulok is egy picit, hogy most fellépőként kell, hogy részt vegyek, de nagyon várjuk is ezt az alkalmat. Egyrészt valóban véget ér az év, elbúcsúztatjuk a 2023-at, nagy reményekkel nézünk a 2024 elébe, illetve hát egy nagyon jó társaság, akikkel együtt zenélhetek. A formációhoz csatlakozott országos elismertségnek örvendő énekesek Bebe és Sing Vicky arról beszélt, hogy számukra ez a koncert igazi örömzenélés. Nagyon-nagyon szeretek velük muzsikálni minden évben, hogyha hívnak, akkor ez egy ilyen ajándék muzsika. Ugye például december hónapban tényleg minden nap mentem, de ez egy egészen másfajta éneklés, amikor az ember egy szál maga megérkezik egy helyszínre, és ott elénekli a szokott dalokat, és itt pedig egy olyan repertoárt énekelhetek, egy olyan repertoárba csöppenhetek bele, amit azért nem minden alkalommal szoktam énekelni. Tehát, hogy nem egy ilyen mindennapos dolog az életemben, éppen ezért ez tényleg egy ilyen örömzene. Az óév búcsúztató esemény megmutatta a zempléni térség idegenforgalmi vonzerejének titkát is, hiszen a fellépő zenekar mellett a felkínált ételek és italok is a régió műhelyeiből kerültek ki.